Kiemelkedő termésátlagok, rekordszintet ért el idén a kukorica, a búza és a napraforgó mennyisége, közölte a Magosz elnöke. Évvégi turizmus, egyre többen ünneplik a karácsonyt otthonuktól távol, valamelyik hotelben vagy szállodában, megkímélve magukat az ünnepi készülődéstől. Enyhítik a sofőrhiányt, népszerű az ingyen jogsi, eddig több mint 700-an szereztek jogosítványt az állami és uniós forrásokból finanszírozott képzéseken. Rekord szintet ért el idén a kukorica, a búza és a napraforgó termés mennyisége. Az egész mezőgazdaság és élelmiszeripar kiemelkedően jó évet zárt, közölte Jakab István, a Magosz elnöke. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az ágazat a GDP-hez is hozzájárult, az első háromnegyed évben összesen 0,6%-kal. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara évet értékelt egy balkányi fórumon. Egyik legjelentősebb tervük a jégelhárító rendszer országos kiépítése, amit 2018-ra ígér a szervezet. Agrárfórumon értékelték az évet az ágazat vezetői Balkányban. A gabonatermesztés rekordszintet ért el idén, a napraforgó, a búza és a kukorica mennyisége volt a legkiemelkedőbb. 10 millió tonna kukorica termett, ez a szám 4 millióval több a tavalyihoz képest. A szójatermesztés is kezd elterjedni hazánkban, már a 60 ezer hektárt is meghaladja. A fehérje növényből 180 ezer tonnát takarítottak be. A Magosz elnöke szerint ezek az eredmények a gazdaságot is nagyban segítették. Az előző esztendőben a GDP-hez mínusz 0,2%-kal járult hozzá, azaz rontott 0,2%-ot. Most ebben az évben, az első háromnegyed évben, összesen plusz 0,6%, várhatóan évvégére 0,8, és közelítünk az 1%-hoz. Ez egy óriási eredmény, szinte minden termésből rekord közeli volt az átlag, ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a zöldség-gyümölcság az abban komoly gondokkal küzdöttünk, különösen a térségben az almával küzdöttünk nagyon sokat. Egy átgondolt, alapjaiban új koncepció mentén kell a leendő szabolcsi fejlesztés irányát meghatározni, közölte a Magosz elnöke. A megyében egy kiemelt nagy beruházás nélkül az alma ágazat helyzetén nem lehet segíteni, tette hozzá Jakab István. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mozgalmas évet zárt, az új őstermelői kártyák bevezetésével a 400 ezer tagot számláló szervezetet próbálják fehéríteni, de további céljuk a napra kész, minél gyorsabb információ közvetítés is a tagok részére. Ennek érdekében egy pilotprogramot is indítottak Hajdú-Bihar és Vas megyében, amely országossá válik majd a közeljövőben. Éppen most Hajdú-Böszörményben adtuk át az első olyan szolgáltató központot, ami pedig koncentrálja azt a szolgáltási portfóliót, amivel a tagjainkat szeretnénk kiszolgálni. Itt a falugazdászokon túl a kamara biztosítás közvetítőit, az ingyenes jogsegélyszolgálatunkat, de később egyéb más, akár telekommunikációs szolgáltatásokat is igénybe lehet venni, de például a katasztrófavédelemnek a szakemberei, különböző inputanyagbeszállítók, pénzügyi szolgáltatók is megjelennek itt. Folyamatosan bővítve ezt a kört szeretnénk, hogy egy olyan információ tömeget tudna egy helyről begyűjteni a tagjaink. Idén kezdte annak a jégeső elhárító rendszer pályázatok előkészítését. 2018 évelejére áll majd fel a rendszer, amellyel országos szinten 5% alá csökkentik majd a jégeső okozta károk kockázatát. Ez egy közel 2 milliárd forintos beruházás. Az agrárvidék fejlesztésért felelős államtitkár a pályázati lehetőségeket ismertette a Balkányi Fórumon. Idén több mint 600 milliárd forintnyi pályázati felhívás jelent meg. Még az év végéig valószínűleg a két ünnep között még meg fog jelenni két nagyon fontos pályázati felhívásunk. Az egyik a fiatal gazdák induló támogatását fogja segíteni egy 38 milliárd forintos kerettel. A másik pályázati felhívásunk pedig a mezőgazdasági termelők több lábon állását, illetve új vállalkozásoknak az indítását, fejlesztését szolgálja. Ez egy 36 milliárd forintos pályázati lehetőség lesz, és ez még a két ünnep között meg fog jelenni, majd valamikor egy tavaszi kérelemben nyújtással. A 40 év alatti mezőgazdasági szakembereknek külön forrás keretet különített el, nem a többi gazdálkodóval versenyeznek a különböző támogatásokért. Húsvéthoz hasonlóan egyre többen ünneplik a karácsonyt otthonuktól távol, valamelyik hotelben vagy szállodában, megkímélve magukat az ünnepi készülődéstől és a sütés-főzéstől. A statisztikák szerint népszerűek a belföldi utak, de az egzotikus, trópusi és szubtrópusi országokba is sokan utaznak a téli hónapokban. Az utak 40%-át ilyen helyekre foglalják decembertől márciusig.
Lengyelországi útját foglalja le ez a férfi az egyik nyíregyházi utazási irodában. Tiba József családjával Zakopánéba utazik ezen a hétvégén. Túrájuk alkalmával a helyi adventi forgatagban vásárolnak majd karácsonyi ajándékokat, és megnézik a környékbeli nevezetességeket is. Azt mondta, több alkalommal voltak már Zakopánéban, szívesen mennek vissza. Az utóbbi két évben voltunk ott háromnapos tartózkodással. Kellemes volt, tehát Tátrába is felmentünk, gyönyörű település egyébként is, meg hát Lengyelországnak megvan a varázsa. Az utazási iroda tapasztalatai szerint a karácsonyi készülődés helyett egyre többen választják valamelyik szálloda vagy panzió kényelmét. Ez egy divatos trend, és mi is észreveszünk, hogy az utóbbi időben egyre többen töltik akár még a szentestét is belföldi szállodákban. Ugye a szilveszter az évek óta hagyomány, hogy akkor ugye elmennek egy kicsit kikapcsolódni az emberek, de a karácsony is egyre jobban terjed, hogy az egész család, tehát szülők, nagyszülők, gyerekek együtt elmennek, és főleg a belföldi wellness szállodákat részesítik ilyenkor előnybe, és akkor így az anyukának nem kell sütni, főzni, viszik magukkal az ajándékot, és azért mi is látjuk ezt a forgalmunkon, hogy azért ilyenkor karácsonykor egyre többen jelentkeznek be ezekre a szállodákra, és ugyanakkor azért meg kell említeni azt is, hogy nagyon sokan már a 2017-es évi utazásokra fizetnek be, hiszen azt teszik a karácsonyfa alá ilyenkor ajándékképpen. Nyíregyháza a nyári szezonnal ellentétben nem tartozik a kiemelt karácsonyi turisztikai célpontok közé. Az általunk megkérdezett szállodák közül több zárva tart karácsonykor. A két ünnep között azonban a Szabolcsi megyeszékhely és a megye is kínál tartalmas programokat a látogatóknak. Nagyon sokan, sőt egyre többen szállodákban töltik a karácsonyt, de az elsősorban olyan desztinációkra vonatkozik, ahol már kiforrott, aktív lehetőség van, mondjuk sípályák a közelben, vagy havas hegyvidék és jó túrázási lehetőségek. Azokban a régiókban, ahol ezek nincsenek meg, ott ez még annyira nagyon nem jellemző. A turisztikai szakember hozzátette, a tapasztalatok szerint Nyíregyháza nagyon népszerű karácsony és szilveszter között, programjai és időjárástól függetlenül turisztikai attrakciói miatt. Ilyen például az állatpark fedett épületei, a Viktória ház, az óceánárium, illetve az élményfürdő. Népszerű az ingyen jogsi. Eddig több mint 700-an szereztek jogosítványt az állami és uniós forrásokból finanszírozott képzéseken. Hivatásos gépjárművezető vagy akár buszvezető tanfolyamokra is lehet jelentkezni az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.-nél. A program célja, hogy a logisztikai ágazatot sújtó mintegy 6000 fős sofőr hiányt felszámolják. Ez az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Hivatalos videója, ezzel népszerűsítik ingyenes programjukat. Az OFA-hoz tartozott többek között a diplomamentő program is. A társaság vezetője szerkesztőségünknek azt mondta, sofőrképzéseik is nagyon népszerűek, hiszen közel 37 ezeren regisztráltak a hivatásos gépjárművezető és buszvezető tanfolyamokra. Közülük 4600-an már képzéseken vesznek részt, sőt akad, aki már teljesítette is vállalt kötelezettségeit. 740 fő, aki végzett már ezeken a képzéseinken. A hazai közúti áru- és személyszállító vállalkozások egy 6000 fős hiányt jelöltek azonnaliként. Mi 6000 főt szeretnénk képezni, és remélhetőleg folytatódik a képzési sorozat, mert úgy látjuk, hogy folyamatos az igény. A programba az tud bekapcsolódni, aki egy hazai személy- vagy áruszállító vállalkozástól vagy tanulmányi szerződéssel rendelkezik, vagy ígérvényt kap, hogy a képzés végén őt fogja alkalmazni. Kizárólag hazai munkáltatóknak szeretnénk képezni. Egy ilyen körülbelül 40-50 millió forint értékű tehergépjárműben akár 25 tonna áru is elfér, így jelentős összegekért felel a jármű sofőrje. Ezért a szállítmányozással foglalkozó cégek legtöbbször tapasztalt járművezetőt keresnek. A sofőrállása van érdeklődő. Ugye nagy cégek sem híresek arról, hogy adnának lehetőséget az új sofőröknek, bár ebben az évben azt gondolom, hogy a mi cégünk is csatlakozott egy ilyen kezdeményezéshez, hiszen most is van olyan sofőrünk, aki 0 kilométerrel ült be az autóba, igyekszünk felkészülni a kihívásokra. Az OFA ingyenes sofőrképzéseire előreláthatóan január végén lehet újra jelentkezni. A tanfolyamok azért is segítik az érdeklődőket, mert egy-egy hivatásos gépjárművezetői jogosítvány megszerzése akár 8-900 ezer forintba is kerülhet.
Közlekedés biztonsági ellenőrzést tart a rendőrség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A Tiszpol akció célja ezúttal az ittas vagy bódult állapotban vezető sofőrök kiszűrése. A rendőrök az ellenőrzés során minden megállított járművezetőt megszondáztatnak. A Tiszpol akció ma kezdődött és december 18-áig tart. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata, azaz a Tiszpol műveleti csoportjának éves akcióterve alapján most újra háromnapos ellenőrzést tartanak az utakon. A rendőrök ma délelőtt Nyíregyházán a Sóstói úton is ellenőriztek. A Tiszpol akció célja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is az ittas vagy bódult állapotban vezető sofőrök kiszűrése. Ezzel ugye hozzájárulunk a közlekedés biztonság javításához. Mint ahogy látható, valamennyi gépjárművet megállítják a kollégáim, valamennyi járművezetővel szemben alkoholtesztert alkalmaznak. Arra, hogy mi számít ittas vezetésnek és nem, azt tudom mondani, hogy senki ne fogyasszon alkoholt, úgy ne üljenek volánba. Egyébként az elektromos alkoholteszter készülékek a legcsekélyebb fokú alkoholos befolyásoltságot is kimutatják, melynek létezik szabálysértési, illetve bűncselekményi alakzata is. A férfi, aki ezt az autót vezette, már bűncselekményt követett el, olyan magas alkoholszintet mért a szonda, hogy végül vérvizsgálatra is elvitték. A mostani Tiszpol akció december 16-a és 18-a között tart. Két személygépkocsi ütközött tegnap délután Nyíregyházán a Petőfi utcán. A balesetet okozó sofőr szabálytalanul kanyarodott vissza a szemközti forgalmi sávba, nem adott elsőbséget a mellette, azaz a belső sávban szabályosan közlekedő autónak. A balesetben egy személy sérült meg. Több problémát is felvetettek a kormány és a szakszervezetek között zajló bértárgyalások. Erről a Magyar Szakszervezeti Szövetség megyei képviselet vezetője beszélt televíziónknak. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Az NB3 keleti csoportjának 11. helyén tölti a téli szünetet a nyírbátori futballcsapat. Az egyetlen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei harmadosztályú együttes célja tavasszal a bennmaradás kiharcolása. Idegenben zárja az évet szombaton a Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB1B keleti csoportjában 7. helyen álló kék cápák a bajnokság 10. fordulójában a 2. helyezett Hódmezővásárhely otthonában lépnek pályára. Több problémát is felvetettek a kormány és a szakszervezetek között zajló bértárgyalások, mondta el kérdésünkre a Magyar Szakszervezeti Szövetség megyei képviselet vezetője. Markovics Tamás szerint annak ellenére, hogy az egyesség megszületett, a megemelt szakmunkás minimálbér miatt a különböző korú munkavállalók között bérfeszültségek lehetnek. November végén írta alá a kormány, a munkaadók és a munkavállalók képviselői a bérmegállapodást. Ennek értelmében jövőre a minimálbér 15%-kal, a garantált bérminimum 25%-kal nő, a munkáltatói járulékok pedig 5%-ponttal csökkennek. 2018-ban a minimálbér újabb 8%-kal, a bérminimum 12%-kal nő, és további 2%-ponttal csökkennek a járulékok. A Magyar Szakszervezeti Szövetség megyei képviseletvezetője nyíregyházi ételosztásukkor kérdésünkre elmondta, a munkavállalók idén kapták meg azt a bérfejlesztést, ami már tavaly is járt volna nekik. Ha a tavalyi évre visszatekintünk, tudni kell arról, hogy tavaly a szakszervezetek a kormánnyal nem írták alá bérmegállapodást. Sokan nem tudták, hogy miért, és itt most megadom az eklatáns választ rá. Tavaly mi már tulajdonképpen ugyanazt követeltük, amit most megkaptunk. Tehát a válaszom az, hogy nagyon örülünk, nagy tisztelettel köszönjük, hogy meghallgatták a szakszervezetek szavát. A képviseletvezető hozzátette, a bérkérdéssel kapcsolatos megállapodások számos problémát is előhoztak, ilyen például a szakmunkás minimálbér kérdése. A Magyarországon rengeteg olyan munkahely létezik, aki az is 161 ezer forintot kap, aki mondjuk 4 napja dolgozik, de az is 161 ezer forintot kap, akinek 4 napja van hátra a nyugdíjig. Ez mindenképpen nagyon komoly feszültségeket hozott. Már most, hogy még nem kapták meg, már jönnek a visszajelzések és jönnek a kérdések, hogy hogy is lesz ez. A Szakszervezeti Szövetség ételosztásán egy tál meleg ételt és hideg élelmet is kaphattak a rászorulók.
Az NB3 keleti csoportjának 11. helyén tölti a téli szünetet a Nyírbátori futballcsapat. Az egyetlen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei harmadosztályú együttes célja tavasszal a bennmaradás kiharcolása. A héten eldőlt, hogy a bajnokság második felében is az eddigi megbízott játékos edző Ambrusz Árpád irányítja a Nyírbátori FC-t. 7 új játékossal a keretben Márton István irányításával vágott neki a bajnokságnak a Nyírbátori FC. Mivel a 18 csapatos mezőnyből a szezon végén 5 vagy 6 együttes búcsúzik a keleti csoporttól, a bennmaradást tűzte ki célként a Bátori Gárda. Az első fordulókban gyűjtögették is a pontokat Illés Gyuláék, aztán viszont következett egy negatív sorozat. A 8. fordulót követően a 16. helyen állt a csapat, amikor a vezetők úgy döntöttek, hogy megválnak az edzőtől. Akárcsak tavaly ősszel játékos edzőként Ambrusz Árpád vette át a szakmai munka irányítását. A váltás sikeres volt, a hátralévő 10 fordulóban 15 pontot gyűjtött a Nyírbától, úgy, hogy az utolsó 5 meccsén veretlen maradt a csapat. Így 18 fordulót követően 6 győzelemmel, 5 döntetlennel és 7 vereséggel a 11. helyen áll az egyetlen megyebeli NB3-as együttes. Baracsi Balázs elnök szerint ez az ősz más volt, mint a legutóbbi szezon. Jóval kélezettebb, ezt lehet látni a pontokban is, hiszen a legjobb bennmaradó és a 5. helyen álló csapat között talán 5 vagy 6 pont különbség van, tehát 1 vagy 2 győzelemmel vagy vereséggel jelentősen át tud rendeződni a mezőny. Még azért nem éreztem, hogy a kiesés szempontjából lenne a mérkőzésnek még jelentősége, de tavasszal azt várom, hogy nagyon-nagyon éles csaták lesznek. A héten eldőlt, hogy nem lesz váltás a kispadon, tavasszal is Ambrusz Árpád irányítja majd a csapatot. A vezetők a téli szünetben szeretnék egy-két poszton megerősíteni az együttest. Nagyon nehéz ilyenkor igazolni, de megpróbálunk olyan játékosokat, akik esetleg magasabb osztályban nem kapnak annyi játék lehetőséget, és szeretnének játékba lendülni, úgyhogy figyeljük az úgymond a piacot, és ha lesz olyan játékos, aki szeretné ide jönni, és nekünk is megfelel, akkor mindenképpen szeretnénk erősíteni a csapaton. A Nyírbátor január 8-án kezdi el a felkészülést. A csapat NB2-es és NB3-as együttesek elleni edzőmeccsekkel igyekszik majd felkészülni a nehéznek ígérkező tavaszi menetelésre. Idegenben zárja az évet szombaton a Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB1B keleti csoportjában 7. helyen álló kék cápák a bajnokság 10. fordulójában a 2. helyezett Hódmezővásárhely otthonában lépnek pályára. Nehéz mérkőzésre számíthat az év utolsó fellépésén a Nyíregyháza Blue Sharks. A Hódmezővásárhely évek óta meghatározó csapata az NB1B keleti csoportjának, ebben a szezonban is kifejezetten jól szerepel az Utasi Gábor által irányított, több korábbi élvonalbeli játékos felvonultató gárda. A vásárhelyiek eddig 9 meccsükből 7-et megnyertek, hazai pályán pedig még nem találtak legyőzőre. A kék cápák viszont győzni utaznak Csongrád megyébe. Idegenben nekünk kellene szereznünk egy bravúrt. A Hódmezővásárhelyi győzelem mindenféleképpen bravúrnak számítana, hiszen hazai pályán nagyon jó a Hódmezővásárhelyi csapata, és úgy gondolom, hogy ezt bizonyították a bajnoki szereplésükkel, illetve a kupa szereplésükkel is, hiszen egy utolsó hármas vagy utolsó másodperces dobással ütötték ki a HEP kupából a Debrecent. Úgy gondolom, hogy ha mi oda megyünk, ellenünk is nagyon felkészültek lesznek, és úgy gondolom, hogy meg akarják mutatni, hogy ők is jó évet tudnak zárni azzal, hogyha megverik a Nyíregyházát, hiszen úgy gondolom, hogy azért nekünk is jó csapatunk van. Éppen ezért egy nagyon kemény mérkőzésre számítok. A nyíregyháziak a legutóbbi fordulóban az Éllovas Miskolc otthonában 2 pontos vereséget szenvedtek. Az irányító Bús Iván hasonlóan nehéz mérkőzésre számít, de bízik abban, hogy ezúttal ők körülhetnek majd a mérkőzés végén. Én személy szerint a Miskolcnál is erősebb csapatnak tartom. A Hódmezővásárhelyet nem véletlen a tabellán elfoglalt második helyezésük. A Miskolc előtti meccs, jó volt a hangulat, jól edzettünk, jó formában éreztem a csapatot, nem is játszottunk rosszul, ez egy egylabdás meccs volt, máshogy is alakulhatott volna. Sajnos így alakult, nincs időnk hátra tekinteni, meg azzal a meccsel foglalkozni, Hódmezővásárhelyen is nyerni szeretnénk, és készülünk gőzerővel. A Hódmezővásárhely Nyíregyháza Blue Sharks mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik. A 10. forduló további párosítása a következő, Debrecen Salgótarján, Miskolc Nagykőrös, Óbudai Kaszások Tiszaújváros, Budapesti Honvéd Eger és Békés Mavc 2.
Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. Rekordszintet ért el idén a kukorica, a búza és a napraforgó termés mennyisége. Az egész mezőgazdasági és élelmiszeripar kiemelkedően jó évet zárt, közölte Jakab István, a Magosz elnöke. Az ágazat a GDP-hez is hozzájárult, az első háromnegyed évben összesen 0,6%-kal. Húsvéthoz hasonlóan egyre többen ünneplik a karácsonyt otthonuktól távol valamelyik hotelben vagy szállodában, megkímélve magukat az ünnepi készülődéstől és a sütés-főzéstől. A statisztikák szerint népszerűek a belföldi utak, de az egzotikus, trópusi és szubtrópusi országokba is sokan utaznak a téli hónapokban. Népszerű az ingyen jogsi. Eddig több mint 700-an szereztek jogosítványt az állami és uniós forrásokból finanszírozott képzéseken. Hivatásos gépjárművezető vagy akár buszvezető tanfolyamokra is lehet jelentkezni az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.-nél. A Kölcsei Televízió híradóját látták december 16-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfő este várjuk Önöket, szombaton és vasárnap pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Műsorainkért és további tudósításokért addig is látogassák honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap párás, ködös időre számíthatunk. Szombat estig a Kárpát-medence időjárását döntően anticiklon alakítja. A magasban egyre enyhébb léghullámok áramlanak fölénk, ezért erősödik a köthajlam. Éjjel eleinte derült idő várható, de egyre inkább párássá válik a levegő, zúzmarás köd is képződhet. Számottevő csapadék nem valószínű, a változó irányú szél gyenge marad, reggelre általában mínusz 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a ködfoltok feloszlása után is párás marad a levegő, erősen és közepesen felhős területek is előfordulnak. Számottevő csapadék nem valószínű, de hószálingózás, estétől ónos szitálás kialakulhat. Mérsékelt marad a légmozgás, délutánra pedig mínusz 1 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban is folytatódik a hideg idő, a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többször lesz felhős az ég, jelentős mennyiségű csapadék nem valószínű, de főként hétfőn előfordulhat kisebb havazás.